Mind a vendéglátóiparban, mind a kereskedelemben óriási a hiány, fogalmazott Bóta József, a Szent Lőrinc igazgatója a jótékonysági bájukon tartott beszédében. Hozzátette, egyik céljuk a minőségi szakemberképzés, hogy intézményükben igazi szakmai tehetségek bontakozzanak ki. Szükség van erre azért, hogy egyrészt emlékeztessük a jó embereket arra, hogy jó célokat érdemes támogatni, másrészt pedig az, hogy a szakma lássa azt a gasztronómiát, amit felszoktunk vanultatni ezen alkalomból, hogy mit tudnak az iskola tanulói, mire képesek, és miért jó, ha foglalkozunk velük és minőségi képzést végzünk. Elmondta a bál bevételét az iskola működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve eszközfejlesztésre fordítják. A műsor az intézmény egykori tanulójának előadásával kezdődött. Pecsmány Péter musical és operett részleteket adott elő. Fontos, hogy megmutassuk azt, főleg egy vendéglátóipari szakközépiskola esetében, hogy mit tudunk, és ez nagyon jó lehetőség. Egyrészt a kapcsolatok építésére, másrészt arra, hogy megmutassa az iskola azt, hogy hová fejlődött, hová jutott el az évek során. Az esten a Szihalmi Tobán hagyományőrző népművészeti egyesület is fellépett, a jótékonysági bál végül retrodiszkóval zárult.